Üdvözlök mindenkit, Arthur Folkár vagyok, és a mai előadásunkban a 2020-as Dental World-ben negyedik osztályú kompozit restaurációkról fogok beszélni. New Yorkból üdvözlök mindenkit. Emlékszem, hogy tavaly Dental World-ön is itt voltam. Nagyon jó időtöltés volt. Mindenkit hiányolok. Lenor és családjának üdvözletemet küldöm, illetve András és családjának is. Nagyon köszönöm, hogy fogadtak minket, nagyon jó időt töltöttünk együtt, és gyönyörű volt Budapest. Remélhetőleg hamarosan újra látjuk egymást. Ma egy kicsit olyan témákról szeretnék beszélni, a negyedik osztályú direkt kompozit restaurációkat tekintve, amelyek elég gyakori helyzetet eredményeznek a klinikumban, mint például ebben a helyzetben látható. Egy 9 éves kisfiú. A hamisítást mesteri szintre kell emelnünk, és polikromatikus restaurációk elkészítésére van szükség, ahhoz, hogy a valóságot replikáljuk. Itt egy példa, korai 20-as éveiben járó páciens verekedtek a barátjával, és a 2-1-es fogát letörte a csetepaté során. Először is nézzük meg az 1-1-es fogat. Jobb felső, középső metsző, egészen gyönyörű, intenzív színekkel, szürke, transzlucens, opacitás is látjuk. Gyakorlatilag az a feladatunk, hogy átmásoljuk ezt a helyzetet a másik fogra, ami letört. Ez a immediát posztoperatív felvétel. Látható, hogy jó hamisítók voltunk? Jól sikerült a másolás? Az a válasz, hogy nem, hiszen rengeteg kompozitot próbáltunk az évek során, az elmúlt években, és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a opacitás és a transzlucencia közti skálán hogyan viselkednek az anyagok, hogyan lássuk el az ilyen helyzeteket. Fejlődő fogaknál, gyermekeknél, fiataloknál nagyon sokszor van szükség transzlucens anyagokra, különben a fogak helyreállításakor úgy néznek ki, mint fogsor fogak. Tehát egy ilyen opak, tompa színezetű fog. Ahhoz, hogy mesteri módon másoljuk le a valóságot, és ne vegyék észre, hogy ez egy tömés, ahhoz szükséges ezeket a technikákat elsajátítanunk. Először is beszéljünk a nem megfelelő használatról, az opak anyagok nem megfelelő használatáról. Hogyan tudjuk a törési vonalat maszkírozni? Első szempont a preparációs dizájn. Aztán folyékony opáker alkalmazása. Későbbiekben ezeket mind meg fogom mutatni, hogy működnek.